első alkalommal szervezte meg a zenei napokat az ifjúsági klub. A program könnyű zenei állomásán a Várkanyar kávéházba várták, elsősorban a rockzene kedvelőit. Mindenképp szeretnénk ifjúsági zenei hetet is, ez ugye az első ciklusa, volt már egy komoly zenei, még szeretnénk folytatni ezt. Nem volt annyira bonyolult, meg kellett hívnunk a zenekarokat, nyilván a helyet kibérelni, hogy az akusztikája megfelelő legyen, hogy készültünk vele sokat. A program célja, hogy a fiatalok ismerkedjenek a rockzenével, emellett pedig szeretnénk népszerűsíteni a helyi és környékbeli formációkat, zenészeket. Nem utolsó sorban kikapcsolódási lehetőséget teremtenek a klub és a város fiataljainak. Ezen az estén két zenekar adott koncertet, a The Angry Birds és a Jetlag. Mi egy ilyen glam metal rock zenekar vagyunk. A Patrik ezt már évekkel ezelőtt elkezdte megcsinálni, és ez a formáció ez most egy ilyen másfél hónapos formáció. Hát minden egyes hétvégén próbáltunk, meg voltak már fellépések, ugye a múlt miatt. Úgyhogy így próbáltunk minél többet próbálni. Jövőre tervek? Minél több fellépés és stúdiózás. Mitől lesz jó egy koncert? Mitől csináltok jó koncertet szerinted? Ez sok mindentől függ. A mi habitusunktól és lendületünktől, ugyanakkor a közönségtől és még sok körülménytől, mert sokszor van, hogy elmegyünk valahova és borzasztó hangfalak vannak, és szinte lehetetlen normális zenét csinálni, de főleg tőlünk és a közönségtől. Körülbelül két-két és fél éve kezdtünk el zenélni. Mindannyian zenéltünk előtte más zenekarokban is, és így összeakadtak az útjaink, és úgy döntöttük, hogy együtt rúgjuk tovább a rocknak, a rock and rollnak a mocskos, koszos porát. Saját számokat nem hozunk. Igazából próbáltunk arra kiéleződni, hogy manapság a rock együttesek a mindenki által ismert rock számokat szokták játszani, úgyhogy mi próbáltuk arra kihegyezni a rock bandánkat, hogy csak ismeretlen rock számokat, egy-egy ismertebb Led Zeppelint, ilyesmit belecsempészve. Körülbelül ilyen 18-19 számot tudunk játszani, ebből egy-kettő ismert, az összes többi ismeretlen hard rock bandáktól van. Ausztrál, finn, svéd, amerikai, nem kezdek el neveket sorolni, mert szerintem senki nem ismeri, de hogyha eljön egy Jetlag koncert, akkor megismeri.